Újabb állami támogatás az egyes típusú cukorbetegséggel élőknek állami támogatással elérhető lesz egy új típusú inzulinpumpa. Új rendelet a határátlépésnél, a közegészségügyi hivatal új rendelettel állt elő a napokban Szlovákiában. Üdvözlöm Önöket, a Régió Televízió Esztergom hír összefoglalóját látják. Az egyes típusú cukorbetegséggel élők helyzetét könnyítő, valamint a bölcsödék létesítését egyszerűsítő döntéseket is hozott hétfői ülésén a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs, közölte július 19-én Novák Katalin, a családokért felelős tárca nélküli miniszter, az operatív törzs vezetője Budapesten egy sajtótájékoztató keretében. Az egyes típusú cukorbetegséggel élőknek állami támogatással elérhető lesz egy új típusú inzulinpumpa augusztus 1-től. A pumpa automatikusan adagolja az inzulint, amikor megemelkedik a vércukorszint. A bölcsödéket érintő döntéseknél az a cél, hogy csökkentsék az adminisztratív akadályokat, és ezek az intézmények hamarabb elkezdhessék a működésüket. A kulturális élet területén hozott döntésekről Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója számolt be, aki elmondta, hogy mintegy 2 milliárd forintot osztanak ki nyílt pályázaton a magyar könnyűzenei élet szereplőinek, és csak nem 1 milliárd forint jut a könyvkultúrának is. Miután az Alkotmánybíróság felfüggesztette a határa vonatkozó új szabályokat, a közegészségügyi hivatal egy új rendelettel állt elő a napokban Szlovákiában, írja a felvidék.ma hírportál. Július 19-től a koronavírus elleni vakcina első adagjával beoltottaknak az országba való visszatérésükkor PCR-tesztet kell végeztetniük, melyet a szlovák állam fizet, ha pedig ez negatív, véget ér a karantén. A Szlovákiába való belépéskor kötelező a regisztráció, és a karantén kötelezettség alól kivételt élveznek a 12 évesnél idősebb teljesen beoltott személyek, közölte a szlovák külügyminisztérium. Kivételt élveznek a karantén kötelezettség alól a 18 év alatti beoltatlan személyek is, amennyiben a velük egy háztartásban élő egyetlen személyre sem érvényes a karantén kötelezettség. A portál közlése szerint ugyancsak nem kell karanténba vonulniuk az ingázóknak, nekik azonban az országba való belépéskor 7 napnál nem régebbi negatív RT-PCR teszt eredményt kell igazolniuk. Kivétel érvényes a diákokra és a sportolókra is, de nekik ugyanúgy szükségük lesz a negatív teszteredményre. Viszont kötelező a karantén a 12 évesnél idősebb beoltatlan személyek számára, amennyiben valaki olyan országból érkezik, amely nem minősül biztonságosnak, 72 óránál nem régebbi negatív RT-PCR teszteredményt kell igazolnia. Az Országos Vízjelző Szolgálat jelentése alapján elsőfokú árvédelmi készültségi szintet meghaladó vízállás várható a Dunán-Esztergomnál. Az előrejelzés szerint július 21-én szerdán este 512 cm is lehet a vízállás a Duna-Esztergomi szakaszán, amely 12 cm-rel haladja meg az elsőfokú árvédelmi készültség szintjét. Nagybajcsnál már nem ennyire szerencsés a helyzet, ott 2 cm hiány közelíti meg a harmadfokú árvízvédelmi készültséget a folyó. Szerdán hajnalban 608 cm-t is mutathat a vízmérce. Változik a szelektív hulladékszállítás rendje. Az eddigi zsákos rendszer helyett 120 literes műanyag tárolóedényt biztosítanak a kertes, családi házas ingatlan tulajdonosok részére, akik részesülnek a házhoz menő szelektív hulladékszállításban. A két kukás gyűjtési rendszerrel az ingatlanokon keletkező települési hulladékot továbbra is kétfelé szelektálva szükséges gyűjteni. A szelektív matricával ellátott edényzetbe csak tiszta, kimosott csomagolási hulladékok kerülhetnek. Az összegyűjtött csomagolási hulladék az eddig megszokott napon kerül elszállításra, erről írt az esztergom.hu. Hétfő hajnaltól nem kell korlátozásokra számítani a nyugati pályaudvar forgalmában. A vasárnapi közlekedést hátráltató műszaki hibákat elhárították. A hét első munkanapján már az érintett vonatok ismét a nyugati pályaudvarra érkeznek, és onnan is indulnak, erről írt a MÁV Inform. Bár még csak pár hete gyönyörködhetnek Váczott Kolotkó Mihály miniatűr bronz szobraiban a városban élők és a turisták, az egyedi stílusú alkotásokat sokan megnézik. Az sem ritka, hogy szelfit is készítenek az arra járók. A szobrok a városban egyértelműen a turisztikai látnivalók sorát gazdagítják. A Kolotkó felirat is ott van. Szelfiznek a helybéliek és a turisták is a miniatűr bronzszobrokkal Váczott. Juhász Julianna a fővárosból érkezett azért, hogy megcsodálhassa Kolotkó Mihály alkotásait. Budapestről érkeztem, ugye, és ott már több szobrot is láttam, viszont a váci barátaim, akiket az egyetemről ismerek, mondták, hogy itt most megjelent 3 szobor is, és akkor úgy döntöttünk, hogy közösen akkor így megnézzük.
A helybéliek büszkék a miniatűr bronzszobrokra. Az alkotások a fiataloknak is elnyerték a tetszését. Olyan is akadt közöttük, aki követi az egyedi stílust képviselő művész munkásságát. Én már egy ideje követtem Kolodko Mihály munkásságát, és a Váci közeletben már beszédtéma volt, hogy mikor kerülnek Vácra is ezekből a miniszobrokból, és hát nemrég kerültek ki, és nagyon nagy sikere van. A sokak által ismert népszerű művész Kolodko Mihály a váciakat három különböző alkotással is megajándékozta. A 175 éves vasútállomáson például az Anyám tyúkjából közismert Morzsakutya és a tyúk, a Diadalívnél pedig Mária Terézia miniatűr bronzszobra található. Ezek a miniszobrok mind gegszerűek, tehát egy különleges pillanatot, érdekes aktualitást ábrázolnak. Nem idegen ez a városlakóktól, és nem idegen ez a fiataloktól. Külön applikációk vannak már erre ország és világszerte, hogy vadásszák le ezeket a miniszobrokat, ami turisztikai szempontból is fantasztikus. A sajátos és egyedi stílusú miniszobrok Vácott, Budapesten és Veszprémben is megtalálhatóak. Népszerűségük miatt nem kérdés, hogy a turisztikai látnivalók sorát gazdagítják. Színes zenés programok várták a helyieket és a szomszédos települések lakóit a 23. Csolnoki falunapokon, amelyet a település rendezvényparkjában szerveztek meg a hétvégén. Az esemény során megnyitották az Én Csolnokom pályázat, valamint a Csolnoki Fúvós zenekar kiállítását a Község Művelődési Házában július 17-én. Zenés felvonulással érkeztek a vendégek szombaton a parkba, ahol a német nemzetiségi csoport, valamint a Csolnoki Fúvós zenekar is fellépett. Átadták a Csolnoki Képviselőtestület által 4 éve alapított Csolnokért díjat is, amelyet idén posztumusz Víg Gábornak adományoztak, aki nagyon sokat tett a település sportéletéért. Egy zenekar élete vagy egy tánckar élete se arról szól, hogy csak próbák legyenek, hanem hogy legyen közönség is. Online nagyon nehéz koncertekre járni, és mondhatjuk azt, hogy visszanyertük ezt az életünket, és azt kérem mindenkitől, hogy továbbra is, ha a járvány úgy kívánja, hogy harmadik oltásra van szükség, akkor ahhoz igazodjunk, hogy tudjuk azt az életet élni, ami igazán fontos és szép a számunkra. Lássuk a hagyományainkat és őrizzük őket, úgy, mint itt Csolnokon. Friss hírekkel legközelebb pénteken jelentkezünk. Addig is a gondolják, látogassák meg a honlapunkat, illetve keressenek minket a közösségi oldalunkon további információkért. Maradjanak az RTVM műsorán, szép napot kívánok, viszontlátásra!